Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Acél Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Mohácsnál kedden tetőzik a Duna, szombaton megszüntetik a védelmi szakaszt. Segítik a gyerekek gyógyulását, 20 éve dolgoznak a pécsi Bohóc doktorok. Tartozás, túlfizetés, adószámla, értesítőket küld a NAV. 32 ország, 3000 énekes, bordalok a 28. Európai Bordal Fesztivál gáláján Pécsen. Mohácsnál várják az árvíz tetőzését. Ez az egyik legveszélyesebb időszak az árvíz szempontjából. Délelőtt 11 órakor 891 cm-nél volt a víz állása Mohácsnál. A tetőzéshez még 2 cm kell, melyhez 24 óra szükséges, mondta a Pannon Televízió stábjának Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Duna hosszabb tetőzése várható kedden Mohácsnál, majd ezt követően levonul az ár, a víz elhagyja az országot délre. A védelmi szakasz megszüntetése szombaton lesz, tájékoztatott Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Most 891-892 cm-en van a vízmérce itt Mohácsnál. Azt jelenti, hogy még kb. 2 cm-t várunk, tehát 894 cm az, ahol tetőzni fog a Duna. Ez egy kicsit hosszabb tetőzés, ez egy ilyen majdnem egy 24 órás tetőzés, és utána kezdi el az apadást a folyó. Mivel fölöttünk van Gemenc, és a Gemenc az egy nagy víztároló terület, ezért a fokozatunk, az első foki fokozatunk hosszabban fog tartani, hiszen a kiáramlott víz most fog visszajönni utána, hogy az árhullám csúcsa elmegy. Úgyhogy a védekezést a mohácsi védelmi szakaszon szombaton este 6 órakor fogom megszüntetni, akkor kerül a vízszint első fok alá, tehát amikor már teljesen biztonsággal mondhatjuk, hogy az árvíz elvonult. Ez szombaton este 6 óra. Bencs Zoltán hozzátette, a töltés szakaszokon a közlekedést, a biciklis, gyalogos és gépkocsi közlekedést teljesen lezárták, és a rendőrök mindezt ellenőrizték. Ez a munkafolyamatok zavartalan végrehajtása véget történt. Ezt a lezárást azonban pénteken este 6 órakor feloldják, és mindenki újra igénybe veheti a Duna töltését. Már eddig is jelentős mennyiségű hordalék, nagyméretű tárgyak, állati tetemek kerültek a folyóba, fogalmazott az igazgató. Találkoztunk is, és még várható is, és nagy valószínűséggel ez néhány helyen problémát fog jelenteni, de ezt a folyamért felelős hajózást figyelő csapat ezt továbbra is szemmel tartja, és ki fogja adni az engedélyeket, de hűtőszekrénytől kezdve uszadékfán át, úgy, ahogy mondta, a tetemeken keresztül minden érkezett. Ez ilyenkor mindig így van, tehát ez most lehet, hogy a kedves nézőknek egy furcsa információ, de ez minden árvízkor, minden árhullámkor a hordalékot, a parton lerakott anyagokat, ami vagy szándékosan, vagy csak gondolatlanságból ott hagyott berendezéseket megmozdítja és magával hozza, és hát persze ez később, ahogy az ára elvonul, az veszélyessé válik. Na most, amikor a védekezésnek azt mondjuk, hogy vége van, akkor kezdődik nálunk az a munka, amikor ezeket a idehozott uszadékfákat és minden egyebet el kell távolítani, hogy a töltésünk biztonságban legyen, és hát a másik része pedig az, hogy a kirándulóknak és az itt élőknek ez ne okozzon problémát. Ott jártunkkor jól látható, hogy nem lehetett a kompot használni. Egy hajót azonban láttunk utasokkal közlekedni, éppen a kikötőből a Duna folyásával szembe felfelé vette az irányt. A szakembertől ennek is utána érdeklődtünk. A hajózás az egy vízi közlekedés, azt a hajózási felügyelet az, aki irányítja, és amikor úgy látja, akkor ezt a hajóforgalmat megszünteti. Nincs olyan akadály, ahol a nagyhajók ne közlekedjenek, ezért is látja ön, hogy engedik a hajóforgalmat. Itt ilyenkor általában magassági problémák vannak, a hidaknak a szerkezetének a magassága, ami esetleg egy nagyobb hajónak a forgalmat nem teszi lehetővé, de a kishajók ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy ne mozduljanak ki, hiszen a kishajót egy ilyen uszadékfa vagy bármi nagyon csúnyán károsítani tudja. A Duna ezen szakaszán a vízminősége továbbra is megfelelő, a szakemberek nem találtak beavatkozásra okot. Rövid híreink következnek.
A mai nappal elhagyja az árhullám Magyarországot, a Duna tetőzése jelenleg hazánk legdélebbi részeit érinti. Orbán Viktor miniszterelnök ezért kedden Dunaszekcsőn ellenőrizte az árvízi védekezési munkálatokat, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Dunaszekcsőn a védművek kiépítettsége 100%-os. A mobil szivattyúk telepítése megtörtént. Helyenként kisebb repedések és szivárgások jelentkeztek, azonban ezek jelentős beavatkozást nem igényelnek. A szakemberek folyamatos figyelőszolgálatot látnak el. Szalai Bobrovicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában reagált a Tisza párt elnökének kijelentéseire, aki az árvízi védekezésben helytálló katonákat becsmérelte. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, visszautasítom, hogy a baloldali hordószónok újra a magyar hivatásos és tartalékos katonákat támadja. Ünnepel a Piros Orr Alapítvány Pécsen. 20 éve dolgoznak a szervezet bohóc doktorai a gyerekklinikán. A kórházba került kis betegeknek segítenek elviselni a megváltozott környezetet, a gyógykezelés nehézségeit. Pécsen 6 bohóc doktor dolgozik az egészségügyi intézményben. Köszönöm szépen! Tudjál, nevem! Munkában a bohóc doktorok a pécsi gyermekklinikán. Az egészen kicsiktől a nagyobbakig segítik a beteg gyerekek kórházi ápolását elviselhetőbbé tenni, feloldani bennük a félelmet, feszültséget. A színházzal foglalkoztam, és ennek révén kapcsolódtunk be ebbe a fajta munkába. Akkor én nem sokat tudtam erről, sőt igazából semmit, és akkor döntött úgy a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány, hogy vidéken is elkezd bohóc doktorokat toborozni. És hát ismerősöktől értesültem, és úgy voltam vele, hogy hát megnézem, hogy mi ez, de nem nagyon tudtam igazából, mire számítsak, és aztán annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy végül is maradtam, és így ez lett a szakmám. Amikor a gyerekek a betegségük miatt bekerülnek például a pécsi klinikára, akkor az egész addig világukból szakadnak ki. Ezt az állapotot igyekeznek feloldani a bohóc doktorok, mondja az alapítvány művészeti vezetője. Nagyon sokszor nehéz, hogy nem csak a fájdalom van, meg a betegség van, de hogy ez az izolálódás érzés is van benne. És tulajdonképpen ebben a helyzetben, ami egy nagyon szorongással, stresszel, félelemmel teli helyzet, és nagyon idegen, ebben a helyzetben lépnek be a bohócok. És a bohócok mindig játékhelyzetet kínálnak. Tulajdonképpen ők egy olyan világot nyitnak meg, ami mindenkiben ott van belül, mert mindenkiben ott van a játékosság, mindenki valójában a lelke mélyén arra vágyik, hogy kapcsolódni tudjon, és hogy közösen játszunk, közösen érezzük jól magunkat. Ebbe a világba bevonják az orvosokat, az ápolókat is, így teszik teljessé és valóssá az élményt. A játéknak, bohóckodásnak jótékony hatása van a lélekre és a testre is, mondja a klinikai igazgató. Ezt kimutatta egy korábbi vizsgálat. Hadd idézzek fel egy igen régi, ma már 70 éves talán vizsgálatot, ahol alultáplált gyermekeket kezeltek úgy, hogy megkapták a táplálásterápiát, és hát ennyiben állt az ő ellátásuk, illetve egy másik csoportjukban, kicsit a Piros Orr bohócdokrokhoz hasonlóan, foglalkozásterápia is része volt az ellátásnak. Egy hosszú időszak végén az alultápláltság mérséklődése sokkal nagyobb fokú volt azokban, akiknek a lelkével is törődtek, nem csak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű zsírt és szénhidrátot megkapják. Decsi professzor azt mondja, vannak olyan súlyos betegséggel küzdő gyerekek, akiknél nagyon fontos a bohóc doktorok munkája. Talán az onkohematológiai részlegünk az, ahol a legkiélezettebb helyzetek lehetnek. Ott nagyon fontos, hogy a Piros Orr bohóc doktorok személyében képzett szakemberek jönnek hozzánk.
abban a környezetben, ahol friss és már régebben kezelt rosszindulatú daganatos gyermekek vannak, ott egy legnagyobb jó szándékkal is, de éppen megérkező civil nem biztos, hogy megtalálná azt, hogy mit kell tennie. A bohóc doktorok 400 órás képzésen vesznek részt, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel a gyerekosztályokon, klinikákon az országban. Pécsen már 20 éve járják a kórtermeket a bohóc doktorok. Hazánkban 27 éve jött létre az alapítványuk. Jelenleg 34-en vannak az országban. Ők Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Tatabányán, Salgótarjánban és Kaposváron tevékenykednek. Pécsen 6-an dolgoznak közülük. Tartozás, túlfizetés. Erről kapnak értesítést most az adózók. Az adószámla aktuális adatai online is megtekinthetők. A tartozás megfizetésére több lehetőség is van. Erről beszélt stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense. Érkeznek az adószámla értesítők az adózóknak, azonban nem mindenki kap ilyet, mondta a Baranyai NAV sajtóreferense. Azok az adózók kaptak adószámla értesítőt, akiknek egy adónemben legalább 5000 forintos tartozása, vagy pedig 1000 forintot meghaladó túlfizetése volt. Ezen kívül azok is kaptak értesítőt, akik késedelmi pótlékkal érintettek. Azonban ez a dokumentum nem mindenkinek egyértelmű, ez a tapasztalata a hivatalnak. Az adószámlának, az adatainak az értelmezésekor a legnagyobb problémát az okozza, hogy az adózó nem tudja értelmezni a túlfizetés, illetve a tartozás fogalmát. A tartozás mindig plusz jellel van jelölve az adószámla kivonaton, a túlfizetés pedig mínusz jellel. Ezeknek az egyenlege lehet nulla, lehet túlfizetés, vagy pedig tartozás. Ha a túlfizetés szerepel az adószámla értesítőn, akkor az visszaigényelhető. Az adózó a túlfizetés kiutalását az ATVUT 17 elnevezésű nyomtatványon kérheti. Abban az esetben, hogyha az adózónak az egyik adónemen tartozása, a másik adónemen valós túlfizetése van, akkor ugyanezen a nyomtatványon a túlfizetést át tudja vezetni a tartozásos adónemre. Előfordulhat, hogy nem tudja a tartozást egyben megfizetni az érintett. Abban az esetben, hogyha az adózó a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni, fizetési könnyítést kérhet a hivataltól, amely lehet részletfizetés, halasztás vagy mérséklés. Létezik az automatikus részletfizetési lehetőség is, vagy pedig az általános szabályok alapján tudja az adózó kérni a fizetési könnyítést. Gyakori hiba, hogy rossz számlaszámra utalnak, vagy a közleményrovatban nem szerepel az adóazonosítójel, adószám. Az adószámla adatait a NAV ügyfélportálján lehet nyomon követni, de információt kérhetnek a NAV 1819-es telefonszámán is. Idén 32 éve, hogy az Európában egyedülálló fesztiválon összegyűltek szeptember utolsó hétvégéjén Európa legjobb bordal énekesei. Ettől lett hangos Pécs és a villányi borvidék. Eddig 32 országból több, mint 3000 énekes hozta el nemzetének bordalait szűkebb régiónkba. A 28. Európai Bordal Fesztivál gála koncertjét Pécsen a Kodály Központban szombaton tartották. A 28. Európai Bordal Fesztivál valójában már a 32. esemény, mert volt közben négy világfesztivál is. Az Európai Bordal Fesztivál sorozat Pécs városának a legrégebbi, minden évben megrendezett nemzetközi kulturális eseménye. Idén Olaszországból, Szlovéniából, Ausztriából érkeztek együttesek, mondta Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a Bartók Béla férfi kar karnagya. Ami egy különlegessége, tavaly kezdtük el a Bordalnok énekversenyt, azzal a céllal, hogy a fiatalokat is bevonjuk, hiszen ez a Bordalnok énekverseny 18 és 30 év közötti korosztálynak került meghirdetésre, és három kategóriában versenyezhetnek a résztvevők, van egy opera, operett, musical, van egy folklór kategória, és van egy úgynevezett énekelt vers és világzene kategória. És most már jóval többen jelentkeztek, mint tavaly, például nagyon jó a színvonal. A fiatalokat is megérintette ez a felhívás a fesztiválon való részvételre. Lakner Tamás értékeli ezt, hiszen szerinte nagyon fontos, hogy a fiatalság is közel kerüljön az értékes borfogyasztáshoz. Ha mindezt fiatalok népszerűsítik fiataloknak, akkor ez egy jó kezdeményezés, a Lisztdíjas karnagy szerint. Egy másik különlegességet is említett. Egy
történelmi pillanat, mert ilyen még nem fordult elő, hogy egy vegyeskar is felléphet ezen a fesztiválon. Hát kb. 10 éve már rágják a fülemet a osztrák barátaim, hogy ők csak vegyeskaruk van, és hogy hadd jöjjenek el. De elég úgy tartottam magam, és nem, maradjunk csak. Most legyengültem, vagy elgyengültem, és most van egy vegyeskar is a fesztiválon. Nem tudom, hogy ez folytatódik-e vagy sem, de most ez egy ilyen különleges esemény, hogy nem csak férfi kórusok énekelnek, hanem vegyeskarok is. Kovács Boglárka, a Villánysiklósi Borút elnöke a Gála koncert előtt elmondta, az idei évben is egy nagyon színvonalas programcsokrot sikerült létrehozni ezzel a rendezvénysorozattal. Ezért mindig nagyon hálásak vagyunk a Pécsi Férfi Kar Alapítványnak, mert azt gondolom, hogy itt Tamásék évről évre mindig valami újdonsággal fűszerezik meg ezt a kulturális programcsokrot, és idén sem történt ez másként. Ugye itt vannak nyilvánvalóan a nemzetközi kórusok, akiknek mindig nagyon örülünk, nem csak azért, mert amikor hazautaznak, akkor a Villányi Bor jó hírét is elviszik magukkal, de azért, mert mindig tényleg nagyon egyedülálló élményekkel gazdagítanak minket is. A Zengő Együttes ugye fellép mindig itt a program keretében, nagyon szeretjük őket, ennek a népi kultúrának a hagyományőrzése és az átörökítése. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos feladat, különösen ma. Azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hogy ők ezzel olyan színvonalon foglalkoznak. Vasárnap a Pécsi Széchenyi téren a bor és dal ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a népek bordalai és táncai rendezvényel zárták a programsorozatot. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A turisztika területén 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünneplik a turizmus világnapját. Ebből az alkalomból kedvezményesen látogathatók a Zsolnai Kulturális Negyed kiállításai és a Pécsi Világörökségi helyszínek. Az akció ideje alatt további kedvezmények nem vehetők igénybe. Az akció egyéni látogatókra érvényes, előzetesen bejelentkezett csoportokra nem. A mai nappal elhagyja az árhullám Magyarországot a Duna tetőzése jelenleg hazánk legdélebbi részeit érinti. Orbán Viktor miniszterelnök ezért kedden Dunaszekcsőn ellenőrizte az árvízi védekezési munkálatokat, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Dunaszekcsőn a védműve kiépítettsége 100%-os. A mobil szivattyúk telepítése megtörtént. Helyenként kisebb repedések és szivárgások jelentkeztek, azonban ezek jelentős beavatkozást nem igényelnek. A szakemberek folyamatos figyelőszolgálatot látnak el. A régió hírével folytatjuk. Tolna vármegyében hétfőn tetőzött a Dunán levonuló árhullám. Bátán jelenleg a gátakat folyamatosan ellenőrzik, ahogyan a Szekszárdhoz közeli szakaszon is. Hatalmas összefogás volt az utóbbi napokban Bátán, ahol a katasztrófavédelem, a vízügy és a tűzoltóság szakemberei a sok polgári segítséggel együtt összesen 15 000 homokzsákot töltöttek meg, és helyeztek el a kritikusnak számító helyeken. A jelen pillanatban elcsendesülés van, az azt jelenti, hogy megfigyeljük a gátak minőségét, állagát, rendszeresen járják a katasztrófavédők, tűzoltók, valamint az én embereim is, én magam is a gátot. Rendben van, egy kisebb kis foltosodás van a gátakon, de minden rendben van. Előreláthatólag a hét második felében megkezdődhet majd a homokzsákok elpakolása is. Talán csütörtökön. Mondhatjuk azt, hogy igazán megkezdődik az apadás, és akkor odét már talán nem lesznek ilyen veszélyforrások. Vörös Mihályné 45 éve lakik Bátán, és megmutatta nekünk, hogy a Duna hogyan kerítette hatalmába újra a kertjét. Most nagyon le vagyok nyugodva, mert nagyon féltem, hogy 2013-as víz, hogy megfölözi, vagy ha akkora lesz, akkor sokkal nagyobb gonddal kellett volna ráfordítani, de hál' Istennek kisebb lett a víz, és így nem volt úgy veszélyben az egész udvarom se, meg a házam se. A megszokottnál nagyobb erővel érkező hatalmas mennyiségű víz szemmel láthatóan rengeteg hordalékot hozott magával. A Szekszárdhoz közeli ártéren épített üdülők most még víz alatt vannak, de előre láthatóan a hét második felében megkezdhetik a takarítást az ingatlanokban.
Itt vagyunk a Duna Szekszárdhoz legközelebbi szakaszán, ahol a dunai árhullám tetőzése ezekben az órákban várható, ami egyébként az előrejelzésekhez képest és a 2013-as árhoz képest is alacsonyabban történik meg. Ezen a szakaszon is nagy még a készültség, ahogyan a Keselyüzsi Sió árvízkapunál is. A vízügy szakemberei a töltések állapotát folyamatosan ellenőrzik, ahol a forgalom jelenleg is ideiglenesen korlátozott. Szeptember 19 és 22 között rendezték az idei szekszárdi szüreti napokat. A kulturális programok, felvonulás, koncertek, ételek és italok ismét rengeteg látogatót vonzottak a vármegye székhelyre. Több mint 45 ezeren látogattak el a hétvégén a szekszárdi szüreti napokra. A négy napos rendezvényen temérdek program várta a vendégeket. A hangulat idén is kiváló volt. A szombati nap egyik fénypontja a szüreti felvonulás volt. A felvonulásra rengetegen voltak kíváncsiak. A szüreti felvonulást követte a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója, ekkor hagyományőrző néptánccsoportok léptek színpadra. Megtartották a szüret táncos párja választást is, a győztes párosnak Vég Liliana Lolitát és Farkas Patrikot, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes táncosait választották, így egy évig ők lesznek a szüreti napok arcai. Nekem teljesen hihetetlen, és nem gondoltuk volna egyáltalán, hogy mi fogjuk ezt így megnyerni, meg hogy mi leszünk a szüret párja, de nagyon örülünk neki. Az időjárás mind a négy nap során kiváló volt. Berlinger Attila szekszárdváros polgármestere is kiemelte, a fesztiválon a változatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Én nagyon szépen köszönöm valamennyi szekszári polgárnak a türelmét, a megértését és azt a fajta jó hangulatát, amellyel mi újra példát mutattunk az ország valamennyi más fesztiváljának, újra büszkén vallhattunk magunkat szekszárdinak, megmutathattuk az értékeinket. Ez a helyi lakosok, az itt élő polgárok együttműködése és jó szándéka nélkül nem működhetne, úgyhogy én nagyon köszönettel és hálával tartozom valamennyi itt élő embernek. Természetesen a Béla térről a Garai térre levezető úton most is az árusok sorakoztak fel, a gyerekeknek pedig vidám parkkal és különböző gyermekprogramokkal készültek a szervezők. A Béla Király téri színpadon számos koncertet tartottak, a vasárnapot Szikora Róbert és az Ergó zárta. Gőzcsónak találkozót tartottak a hétvégén Balatonbogláron. Három egyedi építésű járművet csodálhatott meg a közönség, a kiállítók között volt olyan, aki Sopronból érkezett. Ezzel az eseménnyel zárta az évet a Balaton csavargőzös és műemlékhajó. Ez egy tűzcsöves kazán, olyan, mint a vonatokban van. Tehát van egy ilyen nagy hordószerű valami, tele van vékony csövekkel, amin alulról a tűzből feljövő füst és meleg melegíti a kis csövek körüli vizet. A hajótestet 14 éve vásárolta Málics György, a hozzátartozó gőzhajtású gépet pedig ő maga rakta össze. Több mint 18 év munkája van a gőzkacsa megépítésében. Először fölépítettem a gőzgépet, kitaláltam, lerajzoltam, megcsináltam, aztán a kazánt építettem hozzá, és... Amikor ez így komplett megvolt, akkor az interneten találtam ezt a héjat, azt a csónaktestet. Ez a Budapest tengerjárónak volt a mentőcsónakja. Úgyhogy amikor a több réteg festéket levakartam, akkor megtaláltam a sárga feliratot rajta.
Nem csak a gőzkacsát csodálhatták meg az érdeklődők hétvégén Balatonbogláron. A Szent Martin nevet viselő kis csónak Balatonakaliból érkezett. A német tulajdonos szintén a két kezével rakta össze a gőzhajtású gépet, kislánya pedig mindig segít a balatoni utazások során. Mondjuk, hogyha kér fát, és a fűtésnek, akkor mondjuk adok neki, ott hátul a kabinban van fa, és akkor erőre adok neki párat. A balatonboglári kikötő talán legnagyobb látványossága a csavargőzös, amely ma már műemlékhajóként üzemel és évente több ezer látogatót fogad. A szervezők közel 10 éve döntöttek úgy, hogy gőzhajtású csónakokat is bemutatnak az érdeklődőknek. Maga a gőzcsónakozás az Nyugat-Európában és Angliában egy nagyon elterjedt hajózási forma, egyfajta hobbi. Ha valakinek elég technikai affinitása van és érez magába erőt, energiát és időt az építésre, akkor épít magának egy ilyen csónakot. Nekünk a csavargőzös hajóval teljesen egyértelmű volt, hogy a Magyarországon pillanatnyilag itt lévő hajókat összehívjuk, hiszen maga a gőzgép összeköt minket, és minden évben egy találkozót szervezünk a gőzcsónakok számára. Idén 3 gőzcsónak érkezett az országnak 2 nagy pontjáról, az egyik a Balaton, itt a déli parton és az északi parton van egy-egy gőzcsónak, illetve Sopronból érkezett egy gőzcsónak, ami a Mosoni-Dunán és a Rábán szokott közlekedni. A program évről évre népszerűbb, és sok turistát vonz az őszi Balatonhoz. Nagy büszkeségünk itt a csavargőzös, most már ugye 15 éve újra a fedélzeten lehet megtekinteni a régmúlt eseményeit, és ezek a kis hajók is egy nagyon szép gesztus a cégek részéről, hogy eljöttek és megmutatják magukat. Akkor igazi kuriózum Bogláron itt a nyár végén, remélem sokan élvezik majd. Bár a szezon véget ért a hétvégi programmal, a szervezők már a következő eseményt tervezik. Áprilisban egy veteránautó bemutatóval várják az érdeklődőket, de egy nemzetközi gőzcsónak találkozót is szeretnének megvalósítani. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer, röviden. Mohácsnál kedden tetőzik a Duna, szombaton megszüntetik a védelmi szakaszt. Segítik a gyerekek gyógyulását, 20 éve dolgoznak a pécsi bohóc doktorok. Tartozás, túlfizetés, adószámla, értesítőket küld a NAV. 32 ország, 3000 énekes, bordalok a 28. Európai Bordal Fesztivál gáláján Pécsen. Szerdán északon, északnyugaton többfelé párásan, ködösen indul a nap. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb időre mindenhol kisüt a nap. Elszórtan várható eső, zápor, délutáni zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 8 és 15, délután 19 és 26 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!